A legutóbbi forduló előtt még az első helyen álló Paks csapatát fogadták az NFC játékosai a nagyatádi Módin Imre Sportcentrumban. A mérkőzés elején nem bírtak egymásra a csapatok, egészen a 35. percig, amikor megszületett az első és a játékrész egyetlen vendéggólja, így 1-0-ás paksi vezetéssel mentek pihenőre a játékosok. A szünetben Papp Zoltán csapata összeszedte magát, hiszen rögtön a második félidő első percében Babai Gábor talált be az ellenfél hálójába, mellyel már ekkor kialakult a végeredmény. A csapatok bár végig küzdöttek a pályán, a hátralevő 3/4 órában nem sikerült gólt rúgniuk, így 1-1 és döntetlennel zárult a mérkőzés. Most is elmondtam az öltözőben, hogy nem tudok rá a csapatra rosszat mondani, mert nagyon jól játszottunk, rengeteg zicsert kialakítottunk az ellenfél kapuja előtt, ami szomorú, hogy megint helyzet nélkül kaptunk gólt, megint egy átlövésből, egy 17-18 méteres átlövésből fölívett labda után, amire lehet készülni, mert 50 métert száll a labda, és mégsem tudtuk hatástalanítani, ugye lepattant, beverték, ugye az ellenfél vezetett 1-0, előtte kihagytuk mi az ittszereket, második fél idő elején mindjárt első percben gólt tudtunk rúgni, aztán megint kihagytunk 2-3 nagy ittszert. Sajnos ma ez mondható negatívumnak, hogy hiába dolgoztuk a helyzeteket, egyet kivéve kihagytuk. A nagyatádiaknak ez a döntetlen is hatalmas siker volt, hiszen a Paks ebben a szezonban most szerezte meg első döntetlenjét. Teljesen elégedett voltam a hajtás, bár a sok kihagyott helyzet, az meghozta egy gyümölcsét sajnos. Egyszer jöttük a kapunk az első fél időbe, kaptam egy gólt, de szerencse az nem állt mellettünk sajnos. De én is megszentem, az edzőnk is teljesen elégedett lehet. Hát a csapategység úgy érzem kicsit megromlott az utóbbi időben a sikertelenség miatt, de talán az eredmények most jönni fognak és újra összeállunk. Nem tudjuk azt a játékot hozni, amit a felkészülési meccseken, a gyors passzos játék az az erősségünk, ezt kéne kamatoztatnunk az ellenfelek ellen. A fiúk nehéz mérkőzésen vannak túl, ám a következő találkozókra is hasonló edzéstervel készülnek, mint eddig. Most megyünk Dombóvára, azokkal mindig jó meccset szoktunk játszani, bár ők most egy kicsit gyengélkednek, de hát mégis azért nehéz mérkőzés lett, aztán jön a Balaton leve, közben megyünk egy elmaradt mérkőzésre Bolyba, tehát nem leányálom a visszalevő 6-7 mérkőzés. De hát úgy, ahogy innen a Paks pontot tudott elvinni, úgy mi is el tudunk hozni bárhonnan pontot vagy pontokat. A nagyatádi futballklub hazai pályán legközelebb október 30-án Mohács csapatát fogadja a bajnokság 12. fordulójában.